természetközeli ember vagyok, csak a természetes dolgokban hiszek. Itt élek kint a birtokomon egy régi tanyán, több mint 100 éves körtefák között, melyeket 25 éve semmivel nem permeteztünk. Szőlőim egy része bio termesztés alatt áll, más részében sem használok egyáltalán rovarlőszert, és igyekszek olyan módon gazdálkodni, hogy a növényeim a lehető legjobban érezzék magukat. Hiszek a boldog szőlőben, melynek lényege az, hogy a szőlő lombozatát nem kurtítom, nem csonkázom, nem bújtatom drótok közé, hagyom a növényt természetes módon nőni úgy, ahogy ő akar, ahogy ő szeretne. Ezáltal sokkal jobb a fotoszintézis, sokkal jobb minőségű a szőlő, és sokkal szebb bort lehet belőle készíteni.